Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban az egyik leghasznosabb kártyafogást, a double liftet fogom nektek megtanítani. Ezzel a fogással két kártyát tudsz úgy felemelni, mintha egy lenne, és ezt rengeteg kártyatrükkben, illetve színezésben is fel lehet használni. A videó első felében meg fogok tanítani háromfajta különböző double liftet, hogy akkor azt tudjátok ti megtanulni, amelyiket szeretnétek, illetve a második felében különböző felhasználási módokat fogok megmutatni, hogy mire is lehet ezeket felhasználni. Az első, amit most meg fogok mutatni, az nem lesz más, mint a push-off double lift. Ennek az a lényege, hogy két lapot eltolunk, és meg is van a double lift, ugye ez már itt két lap. De hogyan is kell ezt megcsinálni? Első lépésben így fogjuk meg a paklit, ide tesszük a hüvelykujjunkat a bal felső sarokban, és eltolunk így két lapot, vagy lehet, hogy több is elmegy, de ez igazából mindegy. Megpróbálunk kettőt így eltolni, majd innen ezt így visszahúzzuk az ujjunkat. Ennyit fogunk csinálni, eltoljuk és vissza. És mikor itt visszafele húzzuk, akkor a középső és a gyűrűs ujjunk ide tud alá menni. Megvan, kitoljuk, ugye itt lehet látni, hogy ilyenkor ez a két lap, itt ez a két ujjunk fölé megy, és amikor visszahúzzuk őket, akkor ez itt szépen lesz. És ilyenkor már csak annyit kell csinálni, hogy fel kell emelni, és meg kell fordítani. Itt fontos, hogy ne így fordítsuk meg, mert ugye ez nem természetes, hanem csak így lazán, így felemeljük az ujjainkkal, és itt ezen a paklin itt végig tudjuk csúsztatni, és így meg tudjuk fordítani. Hogyha megfordítjuk a lapot, akkor jó, hogyha úgy csináljuk, hogy kicsit feljebb forduljon meg, hogy itt legyen egy kicsi hely, és ilyenkor könnyen dén fel lehet emelni, nem kell még egyszer megcsinálni ezt a mozdulatot. Ez a mozdulat lehet, hogy kicsit átlátszó lesz, hogyha az emberek nagyon a kezedre figyelnek, ezért lehet azt csinálni, hogy lefordítjuk a kezünket, és ilyenkor csináljuk meg ezt a mozdulatot, például, hogy nyúlunk valahova, vagy nem tudunk, és akkor így meg is van ez a két lap. Mert hogyha így lefordítjuk, akkor nem lesz olyan látható, hogy eltolunk ilyen két lapot. Következő az nem lesz más, mint a refill double lift. Ez úgy néz ki, hogy pergetjük így a lapokat, és két lapnál itt megállunk. Úgyhogy itt nagyjából ennyit kell csinálni, így fogjuk a paklit, hátulról elkezdjük pergetni, majd hogyha látjuk, hogy csak két lap van, akkor ide hozzuk a kicsi ujjunkat, és erre ejtjük rá ezt a felső két lapot. És így itt könnyedén meg lehet fogni, és ugyanúgy, ahogy az előzőnél, így megfordítjuk. Viszont ez lehet kicsit látható lesz a nézők számára, hogy csak így random pergetitek a lapokat, ezért ezt úgy lehet kicsit elrejteni, hogy miután megpergettük itt a hátulját, itt a többi ujjunkkal itt az elejét is megpergetjük. És akkor ez csak olyan lesz, mintha csak random így pergetgetnénk a lapokat, és nem lesz olyan feltűnő. És most jött az utolsó, a Pinky Count Double Lift. Itt annyi történik, hogy a kis ujjunkkal leszámolunk két lapot, és ezt fordítjuk meg. Ez úgy fog történni, hogy így fogjuk a lapot, kicsit a kicsi ujjunkkal így eltoljuk, hogy ne így legyen, hanem így. Ez először nagyon nehéz lesz számotokra, hogyha még nem csináltátok ilyet, megmutatom, hogy nekem hogy néz ki a bal kezemmel, amivel még sosem csináltam. Hát lehet látni, hogy nem igazán működik. Viszont annyit kell csinálni, hogy lehúzzuk a paklinak ezt a sarkát, és elkezdjük így nagyon lassan kiengedni a lapokat, addig, ameddig kettő nem lesz. A hüvelykujjunkkal kicsit le lehet nyomni ezt a felét is, a kicsi ujjunkkal a pakli ezt a felét. Úgyhogy ezt lehet csinálni a közben, miközben beszélünk a nézővel, és így egyáltalán nem lesz feltűnő, hogy két lapot számoltunk éppen le. Hogyha tetszettek neked ezek a fogások, akkor nyomj egy lájkot erre a videóra, illetve hogyha még nem vagy, akkor iratkozz fel a csatornámra. És akkor most jöjjenek a különböző felhasználási módok. Ezzel a fogással például nagyon könnyen lehet színezéseket, különböző színezéseket csinálni. Ugye itt van egy lap, és akkor így átváltoztatjuk egy másik lappá. Hogyha ezt a színezést meg szeretnétek tanulni, ez az Ernest Color Change volt. Hogyha ezt meg szeretnétek tanulni, akkor van róla egy videóm. Viszont ezzel akár más különböző színezéseket is lehet csinálni, mert ugye ezeknél az a lényeg, hogy két lapot így megcserélünk, úgyhogy például erre lehet felhasználni. Ezen kívül még arra is lehet ezt a double liftet használni, hogy például a néző válasz egy lapot, ezt valamilyen módon ide visszük a pakli tetejére, mondjuk most a kör
9, és itt van a pakli tetején, ezt a néző nem tudja, és csinálok egy double liftet, megnézzük, hogy itt van ez a trefjumbo, ami ugye nem a nézőlapja, viszont hogyha megfogjuk ezt lapot, és beletesszük így a néző kezébe, akkor ez így át tud változni, mert ugye először double lifttel csinálunk, utána pedig csak a legfőső lapot vesszük el. Még egy megoldás mondjuk, hogy a néző választ egy lapot, mondjuk a tref királyt, ezt megfogjuk, és beletesszük a pakli közepébe, és ez így fel tud ugrani. Valamint ezt akár meg tudjuk csinálni többször is, ugye most ide vittem a második helyre ezt a lapot, csinálunk egy double liftet, megmutatjuk, hogy most itt van a pakli tetején, és megfogjuk, most a legfőső lapot megfogjuk, ami most nem a néző lapja, berakjuk a pakli közepébe, és ez így fel tud ugrani. Úgyhogy ez volt néhány felhasználási módszer, viszont hogyha ti még tudtok, akkor írjátok le kommentben, hogy mások is meg tudják ezeket majd csinálni. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, hogyha így volt, akkor nyomj rá egy lájkot, és hogyha még nem vagy, és szeretnél még több ilyen videót látni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Majd találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!